Évek óta lépésről lépésre újítják fel a sportcsarnokot, ennek a folyamatnak részeként idén-nyáron a belső infrastruktúrát modernizálják az épületben. A beruházás összesen 64 millió forintba kerül. Ennek nagy részét a csarnokot üzemeltető Gyula Sport Nonprofit Kft. TAO pályázatokon elnyert forrásaiból finanszírozzák, de 19 millió forint önerőt az önkormányzat is biztosít. Ezek a támogatások annak is köszönhetőek, hogy a Gyula Sport Nonprofit Kft. Eredményesen gazdálkodik és szabályosan gazdálkodik. Most ért véget egy állami számvevőszéki átfogó ellenőrzés, amely megállapította, hogy rendben vannak a dolgok a Gyula Sport Nonprofit Kft.-nél. Az idei évi felújítás az a belső tereket érinti, a belső nyilászárók cseréje történik most meg korszerű műanyag nyilászárókra, illetőleg a vendégeket szolgáló vizes blokkok, WC-k felújítása teljes körűen elvégzésre kerül. Ezen túlmenően a sportcsarnok teljes belső festése is megvalósul, és a küzdőtéren egy világítás korszerűsítést hajtunk végre. A sportcsarnok felújítása 2016-ban kezdődött, akkor az öltözőket és a pályát modernizálták. A következő évben a külső nyilászárókat cserélték ki és napelemeket telepítettek. Ezek az energetikai fejlesztések az épület gazdaságosabb működését teszik lehetővé. A napelemes rendszer olyan 7-8 ezer kilowatt plusz termelt, ami azt jelenti, hogy évvégére azért nyilván itt azért majd az őszi időszakban azért lesz használat bőven, de én úgy számolok, hogy egy olyan 15 ezer kilowattóránk azért megmarad, és akkor a következő fejlesztésünk pedig az lenne, hogy ezt a plusz villamos energiát még ne vissza a rendszerbe táplálva, viszonylag kevés árért értékesítve kapjuk vissza, hanem hogy mi saját magunk használjuk fel, és itt a hűtő-fűtő rendszert szeretnénk még tovább korszerűsíteni, és ezáltal ezt a plusz energiát felhasználva még tovább csökkenteni a fűtés energia költségeiket. A sportcsarnok felújítási munkálatai várhatóan július végén fejeződnek be.